baszok ki az autóból, és akkor persenek. Vagy onnan is ráfoghatná a fegyver, de hát már mennyi rendőr van már itt? Hát, kicsit, hogy mondjam? Kicsit. Megvan a szándéka fontos, én azt mondom. De még azt sem mondhatják, hogy te ölted meg őket, bár... Hát végül is, technikailag nem én. Bor! És ez is mindjárt leesik, mert... Letartóztatnak. De én, ha... csak én emlékszek, hogyha ennél még a San Andreas-os rendőrök is okosabbak voltak, mert azok a Passenger Seat-nél is letartóztattak. Igen, az miért akar minden áron idejönni? De most nézek, szegények vagy... De több szempontból viszont a GTA 4-es rendőrök jobbak. Hát az biztos, de itt egy hulla rakás van már. Na még ahhoz valaki képes, esetleg... Robi veled, ahhoz képest Robi veled előfordult olyan eset, hogy körbe-körbe mentek. Igen, az itt volt GTA 4-be. De az nem tudom, mi volt amúgy. Olyan fura látni, hogy itt nem forog a kormány. Nagyon rossz. San Andreas-ban se forgott össze. Hát igen, de San Andreas-ot nem kell. Azt figyeld, hogy mit csinál. Ó, már lőnek! Ja, most már kettes csillag. Csak, érted, semmit nem, csak egy helybe mozdulok. Skillissú van a rendőröknek. Egy helybe mozdulok. Hallasz? Skillissújuk van a rendőröknek, azért nem bírnak letartóztatni, és még akkor nekem adnak plusz körözést. Szerencsétlenek. Na. Megoldják ők, ugye. Aha, pull over. Pull these nuts, got him. Na. GTA-ben szerettem, hogy mondják, hogy húzódjon le. Miért? Az összetává ővének, hogy miért? Olyan, olasz fucking PD. Jaj, de utáltam azt a pszichopata kibaszott rendőrségét a GTA-ben. Los Angeles szimulátor. De úgyse ilyenek, bazd meg, hogy megsúrold a rendőr, ott a széjjel ülünk a pofárat egy sörényes muskával. Mi ez már, bazd meg? Hát story módban mondjuk nem. Ez nagyon durva rendőri túlkapás, story módban nem, de online olyan rakásszar a rendőrség, hogy hihetetlen. Volt olyan, hogy biciklivel véletlen neki mentem a rendőröknek, hisz hát akkor szétlőttek gyakorlatilag. Puerto Rico-i kapcsolat. Ez a vonat follow-volós küldi, mert ezt rohadtul tele, mert metrót kellett volni. Ez tök könnyű. Ez nem az, nem azért, ez tudom, hogy tök könnyű, csak én hülye mindig rosszul csináltam, amikor először játszottam. Mindig rossz irányba kanyarodtam el egyszer, és lúzoltam a metrót. Megy a felvétel? Igen. Már nagyon jó. Azt is megörökítettem, hogy milyen jó rendőrök vannak Liberty City-ben. Mit keveregsz itt? Ez a sok, ilyen hirdetés ott, hogy dance with many, cook with many, minden van. Annyira szeretem ezt a poznak keresztet a nyakába. Hát ilyen nagyon romás, ez ilyen olá cigány a finkább ilyen. Vajda vagyok, cigánybíró. Hát ők még annyi a különbség, a stílus is loppa van. Hát igen, Bubuka meg God of War-ozik közben, súnyiban már 2 perce. Szégyeld el magad. Ok and. De legalább közben legalább beszélgetek veletek. Hát de én egyedül nem tudok figyelni, mert túl sok minden történik. Na ja, hát erre már 4 szem kell. Ehhez már 8 kell. Velem együtt 6. Aztán megvan óvó. Szeretem, hogy... Amúgy meg Robita nem... The Streets, mert azt mindent mi csinálunk. Amúgy Robita nekem ne árulkodja, amikor te is volt, hogy annó közben votoztál. És? Azt én csináltam, mert én felfőbröndű, ugye? Mert... Hát ez a Robi már nem amúgy nem, mert... Hát nem, mert ott már úttam vagyunk. Milyen orosz rap megy itt a Vladivostok FM-en? Nem hallom, mert olyan halka megoszták. Milyen rap ez? Nem tudom, orosz. Ezt nem ismerem, ezt a számot. Ja, ez a rakásszar Vladivostok, ja, bocsánat, akkor nem. Ja, várj, nem ismered, hát jó. Mert ezen borzasztó rossz számok vannak, a régi Vladivostok FM a jó. Mert ugye ez a 18 utáni Vladivostok FM az egy kutadék. Ballad of Gaten is plusz kivágásokkal. Hát megy rajta egy-két jó szám, de nagy része az. Ez a Smith slide volt. Sliding mi? És visszaáll, az öreg milyen szveg. Na nézzük. A csaj meg csak csont és bőr, zene... csontkollekció-e. Sajnálom, nem találom ezt a számot. Akkor rohadjál meg. Jó, várjál, ezt lehet ismerem. Hallgasson csak. Hát ezt ismerem. Ez megvan. Ez a loopoló zene. Azt nem ismerem. Ja, ezt igen.
És akkor mindjárt bejátszódik a hétvégén, majd felmegyünk a hegyekbe. Ja, te itt van ez a ráfókuszálás. Nem ilyen nagyon cinematik. Ja, várj, ezt nyomva kell tartani. Ú, de rossz. Vagy de proletáz nekem, bácsi, egy csikor. Súlytalan harci nyél. Hogy vezetsz te? Már megint? Jószág. Áj, Peti. Ott a metró. Metró. Metró 2033 Redux. Olyasmi. Végjátszás Metro első Ocsú. Rész. Az a játék, amit belekezdtem, de sose vittem ki. Az a játék, amiben soha nem kezdtem bele, és soha nem fogom végigvinni, mert új magyar atom támadás. Tehát én most a Crysis-szal vagyok, így elkezdtem, azóta nem folytattam. Maximum speed! Maximum power! És a Fallout 3 ilyen legingyenes Epic Games-en, oh my god. Hát azt lehet behúzom akkor a könyvtárba, de soha nem fog bele játszani, az is biztos. Egyszer ezeket el kéne adnom amúgy, hogy így eladni van videót. Akkor értem, hogy Fulman is még kezdett vele játszani. Értem. Na, annyira tudom. Szép, hogy így több részből álló játék. Mindenki. Szerű, aztán ugye, tessék, itt egy hármas. Na és itt mindig, egy hármas mindig elkanyarodtam balra, én hülye, és azért mindig lúzoltam itt a metrót, szóval elég nagy baj! De most is le fogom hagyni, bazd meg, mert kidriftelt ez a fos. Nem fos, csak te vezeted szarul. Te vezeted szarul, bibibi. Hátsó kerekes. Kurva isten. Nincs akkor most. Hát ha nem tudsz, hát ha nem tud vezetni, nem a kocsi hibája. Az autó arra megy, amerre irányítod. Ja, hát az a baj, nem. Nem így hát történt. Ha fasz vagy, akkor tényleg nem arra megy. Ha igen, azt amúgy én is megjegyzem, hogy nagyon tudnak csúszni a autók. Hát meg kell tanulni úgy korrigálni. Ellenkormányzás. Bár az enyém az első kerek, és nem tudom milyen ez, de élőben még nem vezettem ilyet, bár szeretnék majd egyszerűen. Amúgy meddig ingyenes a Fallout 3, azt nem tudja. Még jaj, nem ez nem a célpont, jaj, hogy többen vagytok. Több is van. Nem tudjátok véletlenül? Micsodát? Mit? Itt, hogy a Fallout 3 meddig ingyenes. Hát, ami ki van írva. Nézd meg. Miért nem pisztolyom? Aha! És elütöttem, ahaj, de szakadtam volna a röhögéstől, elütött volna. Az volt a célom kivételesen. De annyira bírom, hogy a játék ezt vonatnak hívja, amikor ez egy rohadt metró. Hát végül is... Mondjuk föld alatti vonat. Subway train. Tehát náluk néznek így ki a vonatok, érte csak azok kész. Vonatok? Hülye vagyok. Halló! Halló! Sziasztok! Megérkezett a Samson mester. Samson vagy Barnabás. Lefejeli a metró. És... Na Samson. Sziasztok, kedves nézők. Igen, mondtam is a úrnak, hogy lehet, hogy nem úrnak. Egyből, úgyhogy most itt vagyok, sziasztok. Milyen kúri ez a beszéd. Milyen kúri az út már szitatod is, mert már megint nem tudtad. Puerto kapcsolat. Ja, ez annyira rületem, ez amikor követni kell azt a szó. Végre valaki, rokon lélek. Hát nem tudom, nekem nem volt bajom ezzel a küldetésre. Én mindig rossz irányba kanyarodtam, azt mondtam is az előbb a többieknek, és azért utáltam. Azért kell figyelni a térképet. Aha, jó van. Ez olyan, mint a szárazban a Fallout a damn train, csak szerintem ez még nehezebb. Sőt, tovább megyek. A train az könnyű, ez nehéz. Hát nem is nehéz, de kicsit néha frusztráltam. Kicsába, nem is ide akartam menni. Öltözzünk be szépen Nikóval, azt mondom. És kajak ingyenes, beszarok. Micsoda? Fallout 3, be is teszem a könyvtárba, úgyhogy fogok bele játszani, de betesz. Hát pedig az, figyelj Robi, az olyan fantasztikus játék, hogy azt élsz. Olyat mutatok nektek, ezt figyeljétek. Majd egyszer, hogyha sok időm lesz, akkor biztos. Mert így beszoktam gyűjteni mindig a játékokat, ami ilyenes, aztán egyszer azt tervezem, hogy eladni valami hülyének, aki fizet is érte jó sok pénzt. Na ez az az öltő, amit nagyon kétlek, hogy ti láttatok a játékban. Azt ennyi. Hát csak Robi, ezt ne videóbálod, de mert akkor lebuktál. Na. Miért? Ez egy érvényes szerződés. Gotham Knights meg ingyenes, de jó, nem fogom meg... nem fogok belejátszani. Az most jött ki, nem? Az nem ingyenes. Majd már megint félre beszéltem, Gotham Knights kijött, azt akartam, azt, hogy miért mondtam azzal, hogy ingyenes, nem tudom miért. Ja igen, lehet 25 000 forintért még ez a ha anyjátok. Amúgy nagyon szarad. Ingyen se kéne, hagyjál.
Nem lett a Gotham Knights, például konzolokon csak stabil 30 FPS-re fut, csak nincs benne teljesítménymód. De az legalább stabil, nem? Az a 30 FPS, az olyan stabil. Mint a magyar forint, mi? Hát hogyne? Na, ez a beszéd. Az a legstabil. Nem, azért 30 FPS-űt, mert tudjanak csinálni belőle egy 60 FPS-es uncap-es remaster verziót, hogy még egyszer tudják adni. Hát, tudom mostanában. Alig, majd... Várom, hogy majd 20 év múlva jönnek, mert a 120 FPS remasterek meg az ilyenek, tudod? Jaj. Playboy X, jó kimondtam. Amúgy tudjátok, hogy miért nem láttátok, hogy valószínűleg soha ezt az öltönyt a játékba? Mert ez egy konzolos, exkluzív öltöny valamiért. Már melyikre gondolsz? Ez. Nem mondod. De nem csak ez, hanem van az a nyitott öltöny, az is konzolos, ugye? Ah, hát azt hiszem. Ezt visszaraktam, annyi biztos. Én azt raktam, én mindig a másik, mindig a nyitott öltönyre raktam be. Ja igen, az, ami Lost Endemben is van az izé intróban, nem? Arra gondolsz. Kék nyakkendős, hogy milyen. Place order. Nem tudom meg. Azt tudom, hogy bágos a kabát, hogy most fogjuk megkapni az új telefonunkat. Hát végre. Irája. Rubli bátya. Hogy lett ilyen nev, hogy Rumli bátya? Ne. Kreatíva, magyarítás. Magyarítás. Hát végül is magyarosítás. Nem tudom mi, hogy mondják ezt filmeknél magyar szóval. Borsozva és paprikázva. Jó. Én még soha nem láttam lila színű biliárdasztalt. Én csak valamiért a zöldre csinálják. Jó, de Playboy! Hát ez inkább Rózsaszín, gondolom... de amúgy igen. Gondolom ilyen... Hát akkor Rózsaszín, ja, tényleg ez Rózsaszín. Gondolom a pimpes... Nálam valamiért lilas, ilyen lilás volt a játékban. Lehet azért, mert nem használtam fixeket, semmit. Lehet ez valamennyit változtat rajta. Ez a legjobb leírás valaha közebben. Valaki... Ez a... Úristen, kirabolcok, hogy nézett ki az illető, és akkor ezt így elmondál a rendőrnek, és akkor ez a... Mi a fasz? Ez is olyan vicces, hogy az emberünknek saját magáról vannak képek a falon nagyrészt. A kis meg meg Wayne-ről, nem? Hát igen. Meg Wayne-ről, meg az embereivel, meg mit tudom én. Igen, mert ugye ez a Playboy, ez egy ilyen narcisztikus, beképzelt alak. Azt hittem, az lesz, hogy náci. Na, hát az érdekes lenne. Négerként azért. Hát lehet náci érdekes néger. Lenne. Mondjuk láttam már ilyen kis gyerekes videót, de mindegy. Akkor kis hát ugye afroamerikai származás, a kisfiú biciklizik és ordibálja egy white power. Van olyan, hogy van egy neve annak, amikor feketék utálják a fehéreket, de az nem nácinak hívják, hanem valami más. Én nem volt, tudom. Van is egy... Na mindegy. Akit... Ezek a nagy taxik, ezek mind kényelmesek lehetek. Nikó, én szétrugom az agyadat. Elkezdem beszélni, hogy milyen jók lehetnek azok a nagy taxik, milyen kényelmesek, erre meg ide jön így. Taxis nekünk, hogyha hol van? Most így lesifotóskodni kell, nem? Figyulnak, most ajánlgatok, fotó! Ja, tényleg itt az új telefon, oh my god! Amúgy én egy dolgot sose vágtam a GTA 4-be. Oké, hogy kapuj telefon, De a színkártyát azt így hozzáadják? Vagy mi a fasz? Tehát, hogy rögtön, hogy nem kell a színkártya? Hát áttette a másikból, nem? Easy. Hát áttette, ja, az is lehet. Csak hogy mi lett utána a román telefon. De vannak beállítások is. De hát igen, amikor a román adott egy telefont, akkor az, ott is abban is volt a színkártya alapban, vagy? Meg az a poén, hogy román telefonja is majdnem pont, sőt, szinte pont ugyanezt tudja, csak ott nem tudsz hátterőt beállítani. Megcsengő hangot. Vagyis most csak így ilyen sok. Nekem a kedvencem a tő, és akkor is közben rászkódik. Ah, itt kell lennie. Ez az. Ez a GTA 3-as. Na, hang vagy ezt berakni Csengi annak. Na, mindjárt, meg végignézem. Ajaj. De miért van ilyen sok? Nekem ilyen tök creepy Csengi hangja volt a telefonnak. Ilyen Gregorián nének volt, mert a franc videógy állítottam meg. Ez a feles, egyen felett egész jó volt. Ez ilyen... Lift ezzene. Ez ilyen hiva... Strici egy csaja, hogy jeló.
Ez meg ilyen... Nem tudom, mire hasonlít. Ez jó lesz, na. Na, nem azt raktad, amit mondtam, nézzetek meg. Van kamera. Hát hang vagy. Jó napot, uram. A New Yorkban ezért mondjuk jól megvertek volna már, de mindegy. Jeleg? Hát ott szerintem nem szeretik, annyira fotózgatnak. Én nem tudom. Főleg... Én szerintem senki se. Én nem voltam New Yorkban. Én se, de csak tippelni tudok. Ilyen... Nem is tudom, ilyen mendemondák alapján. My financial situation! Ja, és most le kell fotózni, melyikük az izé, a célpont, aztán Playboy izé elküldi majd, hogy üzenet, hogy melyik az. Artisztikus. Nekem nincs szükségem Playboy-ra. Na, ilyenkor hogy... Várjál, ilyenkor... Várjál, el kell kérdezni, hogy hogy pont Playboy-nak a család... Na, fotó. ...kép nélkül csináltad meg. Erre most kíváncsi leszek, mert mindig képet csináltam meg. Hát, hogyha fölhív. Hát... Na, fölhívom azért, hogy fölhív. Ne nyom semmit, jó? Tehát visszahívod, tudod, így olcsóbb nekem. Ami ugyanazt mondja. Menjünk Dwayne-hez. Dwayne-t nagyon bírom, hogy... Összeesett a lépcsőn. Dwayne egy kurva jó karakter, főleg, hogyha még rendszeresen találkozol vele, és akkor mesél magára, meg ilyenek, azok csak érdekes. Igen. Megismerjük a múltját, ami tényleg azért eléggé beszédes. Hát persze úgy szar, de úgy értem, hogy beszédes. Hogy azért érdekes, igen. Durva dolgokon ment keresztül, akárcsak mikó. Ezért jó haverok. Az a baj, szétszedi a szememet, hogy ez a nadrág átbagol az öltönyön valamiért. Ez a legboldogabb, Peti, ez most a prioritás, tudod? Ez néha úgy érzem, kicsit OCD-s lennék, de nem tudom, vagy csak hajlamozok rá. És amúgy nagyon nem tudok beszélni. Hajlamozok rá! És ott nagyon... Ezt a kifejezést sem hallottam még soha. Az a baj, hogy én nem találom a szavakat, szóval nem tudom, hogy mennyire átérezhető, hogy vannak azok a pillanatok, amikor így beszélni, és nem találod a szavakat. Na, hát velem ez van, úgy már két órája. Na jó, de figyeljünk a Dwayne emellem, komoly. De ez lesz az, amikor meg kell ölni a motoros csávó, hogy akarsz. Igen, és akkor el lehet dönteni, hogy megölöd a barátod, a exét vagy sem. Én mindig kinyírtam őkettőt. Én nem, mert egyébként sokkal jobb, hogyha nem teszed meg. Azt nem tudtam, hogy milyen, ha nem teszed meg, mert idegesítők voltak. Lehet, meg tudom hát most. Hát a tipik dolog, megkíméléseknél ad egy melléküldőt. Aha. Tényleg. Amikből kieszkalálódik a története. Hogy hogyan záródik. Milyen hatása van annak, hogy meg. Ott azt nincs is muszáj megölni, nem? Hát ja. Hát még jó, hogy az a feladatunk. Igen, csak az nem elékes. Igen, mert ugye a Dény ugye ugyan vele, hogy... Na ugye, vagy a Gladi Fordban, hogy David mondta, amikor nem ölöd meg a csaj. Ő is akkor most látott volt. Menjünk, Nikó. A Peti úgy, ha Peti nem ölöd meg a család, ugye? Na nem, most komolyan, mert ha Robi nem látta meg, akkor ha Robi annyi baj, hogy muszáj, akkor is utána nézek egyszer. Én amúgy én általában kíméletes vagyok. Mondjuk nem az hát gyalogosokkal már annál kevésbé. Én a GTA mindig úgy vezettem, hogy tudom, hogy GTA, de mindig igyekeztem óvatosan vezetni, senkit nem előtti meg ilyenek. Hát tudom. Én is. Ah, látom! A múltkor úgy kiakasztott a csámcsont ezzel egy faszkodálandból. Rossz nézik az meg. Ez az, még be is akadtál. Egyszer bugolnál be valahova, esküszöm. Komolyan ezekkel a... ilyen... Nézze, mit csinál csávó, nem normális. Komolyan. Energi. Ez meg egy... Ez egy Honda, nem? Csak annak a valódiája, vagy... Hát nem tudom, mert ez kivételesen is lefordítva. Itt már nem tudták, hogy mit csináljanak. A motorokhoz ugyanúgy nem értenek, mint én ezek szerint. Hát de a márka neve az ugyanúgy más, mert tudod, nem licensz. Azt tudom, hogy a motorokat nagyon nem szeretem ebbe a játékba. Hát? Igen, mert borzalmasan irányíthatok, hogy így...
olyan durva súlypont van az elején, ami... Nem hiszem, hogy ennek így kéne történnie. Vagy nem tudom. Na már, ez én voltam rossznak értő is vagy? Hát nem, csak amit tapasztalok. Hát most abból tudok csak kiindulni, amivel én mentem, az is egy csicska robogó, szóval nem pofázok bele. Azok is jó, csak nyilván azért a robogó, tehát csak különböző motorok van a robogó. Hát nem mondom. Csak azért nem, hoztam ezt, de... Jobb autópályán nem. Megmondom, ezt azért hoztam el, mert abban reménykedek, hogy hátha irányíthatóbb, mint amit a játék alapból oda akar adni, mert az valami szörnyű a szar motor. Szerintem amúgy a motorok rendben vannak a játék, nem tudom mi bejöttek van. Mert most itten kívül, nekem sose volt rá gondom. Azt mondja, nehezebb irányítani, és lusta voltam megszokni. Én meg egyszerűen sosem vezettem motort. Nem is tud vezetni a játékban egyáltalán, tehát te meg lusta voltál meg tudni vezetni. Amíg az autó négy keréken gurul, addig semmi probléma. Amikor már füstöl vagy kigyullod, akkor van probléma. És elhagysz valami alkatrészt, és az autó meg tovább, akkor az alkatrész fölül is megesül. Ez nem áll meg jogilag a helyén szerintem, Peti, de nem baj. Hát ezért így, hát... De bíró úr, hát... Lagdíjtél nekem egy. Béta missionbe ide be lehetett jönni az át. Az hova kitelgázolsz a zebránál? Vagy hát de bíró úr, hát de így, ja, hát most miért jött oda? Úrba volt. Az az elgurulás, úristen. Amúgy a chopperek legjobb azt a GT4-ben. Imádom. A hangjuk meg a fizikájuk kurva jó. Szerettem a freeway-t. Fölöktem a nénit. Meg gonosz. Takarodjatok már innen, nem lehet közlekedni. De olyan érzékeny kanyarog ez a szar motor, hogy megjelenik. Hol van? Ugye? Na hol? Ott. Azt hiszem mapon van szerintem. Annan, amikor havarok a cségasztó sokat. Na ezt csináljátok utánam! Üsd, na üsd el! Há? Azért milyen durván kicseleztem szegényt. Ahogy viszont kívül szép volt, jól csináltad, ügyes voltál. Ügyes voltál, jár a kex. Így van, a kex. Nem tudom, menj most a kex. Az nem, azért most kapsz egy percet. Kívül, drága. Egy percet. Fizika tanáromhoz szokta csinálni, hogy ő nem azt mondja, hogy kapsz egy aktivitás pontot, percet, ne egyetlenül mindig így. És még azért is kapunk egy percet, hogyha valaki esett egy kurva szar szó viccet. Egy perc és nyersz. Szóvic, ebben nem lenne problémám. Komoly. De most nem tudok legyesen, most is kezdem. Hogy majd valaki megkérne. Mi volt az a ilyen Pokémon vagy Batman ugrás, bazd meg? Hát Nikolcs, az csak így tudom. Nikolcs szupererős. Tesó, itt van a Clucking Bell. De vágod, azt vágod, hogy ott van előtte egy ilyen, nem is tudom, Rolls, vagy nem tudom, ahhoz hasonló kocsi, de ő inkább ezt viszi. Az nem Rolls, az Chrysler. Chrysler? Ja. Jó. Már ha arra a szürkére gondoltál ott. Ez befér biztos. És ez kik jelent? BMW, minden magyar megismeri. Ez BMW. BMW. És ott a BMW. De a BMW gyártja a Rolls-ot is, ugye? Mi? Nem, dehogy. Dehogy. Hát arra semmi köz a BMW-nek a Rolls-Royce. Dehogy nem, az a BMW-nek az egyik izéje. Hát a Rolls-Royce az brit. Mi? BMW német. Nem sok közük van egymáshoz. az a reakció, mű. A izét, hogyha ilyen kontinentális átidalás keresel márkánál, kamion márkánál van az, hogy a Freightliner kamionokba a Mercedes motort tesznek. Erről tudok csak. Bár ide mennek a csikkek, ide meg a kákkok. Aha. Én ennyiről tudok, de szerintem nincs kapcsolat köztük. Roman, mit szeretné? Ja, a twat. De Nikónak a tükörben miért nincs haja? Elhajatlankodik. Kihullott már idegtől. Csak a fején van a textúra, de nincs hajmodellje. Ez nem vicces. Rolls-Royce Motor Cars, brit luxus autógyártó, a BMW leányvállalata. Mióta? 98 óta. 98 óta? Az igen. Hoppá, még ki nem derül. De miköze van a BMW-nek a Rolls? Ezt nem ilyen. Leányvállalata. Leányvállalata.
Csak jól tudtam, bazeg, állj, várj, szíjet! A fasz, honnan tudsz te ilyeneket? Szerintem hát most olvastam. Azért volt csinálni, mert kikereste. Nem, hát ezt nem, hát onnan tudom, hogy a... Volt rajzolszod, mi? Van a... Oj, de bazeg. Azért járom bukerre most is. Mondjuk, ha én rajzolsz, ha járnék be bukerre, akkor lehet kérdezni, hogy... Hogy honnan van annyi pénz, adjál már keveset. Milyen ideges volt az Elizabeth-től. De, hogy azt akartam, azért, mert volt egyszer a... Ja, halott! A kurva édesanyját! Azt a kurva! Amúgy tudod mit, Peti? Ezt megérdemelted, mert nem tudsz meg... Megérdemelted. Ez kurvára megérdemelted amúgy, mert amúgy, amit nem művesztél, az botrányos. Ez veszélyes. Ez felháborít. Ha játszik másnak vermetel, maga egy csúnya volt a játéktól. Megérdemelted, Peti? Aki másnak vermetel. Nem szolgáltam meg. De hogy nem, Peti, rászolgáltál. De hogy nem. Rászolgáltál. Rászoktál. Jó, rászoktál. Na. Azt akartam mondani, hogy hallottam régebben ezekről a Rolls-Royce-okról. Mindig ilyen valami, mindig ilyen gazdag vloggerek mondták, hogy ilyen kurva jó. És akkor a Winkler Robert, aztán neki volt egyszer egy ilyen Rolls-Royce fikázos videója. Mondom, mi a tököm ez már, és akkor ott akkor olvastam valahol, hogy a BMW-nek a leányvállalata. Az igen. A Winkler, a Winkler Robert azon korábban kocsikat tesztett, mert Total Carról volt, mint egy fejlő szerkesztő. Azt hiszem, és most meg újonnan inkább ilyen söröket teszte YouTube-on, meg a 4-4-en újságíró. De régebben jutott Total Car-nak volt elég szerkesztő, és akkor... Fogalmam, nincs ilyen Total Car, nem szoktam nézni. Én max a Total Car-ból nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem az egyetlen dolog, amit őtőlük láttam, ha ők csinálták, az az interjú a Viszkisse. Én a Top Gear-t néztem régen mindig. Azt fogott meg nagyon, nagyon... Ott mentem, hogy mondjam, ott... Ismertem meg legjobban a Viszkisnek így a sztoriát. Amúgy vele találkoztunk már amúgy, csak olyan kicsi voltam akkor, hogy azt sem tudtam, hogy ki az. Mi, hogy találkoztál te? Hát vásár. Intra voltatok, hogy mi? Nem, ott volt a vásárba, árult a köcsögjeit. Igen, kerebb. Ja tényleg. Körtönbe megtanult ezért csinálni. Az-e kaskodni. Mit akartam mondani, hogy... Ugye a Total Car ugye az volt egy legnépszerűbb műsor Magyarországon a 2000-es években, főleg az autósok körében, aztán nyilván ugye most már nem nagyon nézik, mert tévét nem nagyon nézik az emberek, mint régen. De YouTube-on mindig van Total Car. De az olyan korszak az már, a Total Car-nak az már nincsen. Bár én így szoktam nézni, Attila S2-t, az is érdekes, bár ő már mostanára annyira nem. Az nem a kamionos csávó? Nem, nem, az ST22 Lacika. Őt is szoktam nézni. Ezek az S-betűk megkevernek nagyon. Nekem a, ez Attila eset az a baj, hogy jó videósok néha túlni az arca. Figyelj, jó gyerek az. Nem esik bele az eső. Nézzük a jó oldalát. De én is felfejlődöm. Meg jól elmagyarázza a dolgokat. Én azt szerettem. Van egy olyan videója, hogy Dodge Ram-mel van. Azt magyarázza, hogy talán egy vagy kettő van Magyarországon belőle. Nem durva. Néha zavar, stűzsad, amúgy jó videós, de amit nagyon szeretek, az a becsületnapper, az is tök érdekes tud lenni. Aha. Hát kinek mi? Kinek mi? Vágod a becsületnappert? Robi. Micsoda? A becsületnappert vágod? Nem. Az is egy tök egész klassz csatorna, ami szintén autókkal, meg egyéb ilyen... Nem sokat ismerek ezek közül a csatornák közül egyértetőd. Én csak néha ránézek, tudod így, mint laikus. Ez itt mi? Nem tudom, ezt hát de van baszol. Én is így logikus néha ránézek, tudod, mert amúgy nem értek az autókat, csak van egy-két dolog, ami tök fán nézni, vagy... Például amikor mit tudom én, amikor kimennek vásárra, és akkor sok ilyen kacat, meg ilyen alkatrész, akkor úgy kibaszott poén, szerintem ez ilyen, csak szoktam én nézni ezeket. Na, ez a küldés, hogy... Hogy kit kell megölni. Azt hiszem, hogy én tudom én is, hogy melyik fejből a passzfej. Ja, hát én sem fogom megvárni itt, hogy küldje nekem a hülyeségeit a Francis. Francis? Amúgy tök jó, hogy alapból amúgy a csávó, a Francis amúgy tök jó, mint ilyen nagyon shady, rejtélyes
koruk rendőr, aztán kiderül, hogy közben egy ilyen lelkiismeret furdásos válságba küzdő nevetséges alak, ugye? Aki nem tudja, aki képtelen egyszerűen magával lelki békét teremteni, kajak, mert... Tehát föl kell hívni, nem elküldi. Írtam, hogy minden egyes GTA-ban koruk rendőrök voltak. Igen. Melyik is az hirtelen? Az a vagy most meg hirtelen elfelejtettem. Az ott, akinek ilyen sárga kapu színe van. Sárga kapu, akkor jól emlékeztem. Nyomód! Egy nem volt elég neki. Itt is golyára volt a kapusznia. Annyira szeretek Nikóval lépcsőn ugrálni, nagyon vicces. Bánom, hogy nem volt, mi? Bocs. Egy felrepül a lépcső. Hogy nincs hangdobutas pisztoly a G4-ben, megjelent, hogy valamennyi, puff, lelőni. Ami annyira megjegyeztem, hogy ebbe a küldibe ez a kocsi mindig itt spawnol, miután elvégezted a jobot. Na most mert az izé a... Yes. Tudod? Ja, hát igen. What the fuck is? Igen, hogy vicces a Ford Mustang, de nem tudom, ez ja. Nagyon nem annak tűnik. Hát nekem inkább egy Toyota-nak néz ki, mint egy Igen, Ford-nak. Nekem is ez jutott eszembe, hogy ez... Egy ilyen régebbi Corollának néz ki nekem. Jaj, nem, most eszembe jutottad ezt a régi Toyota Corolla reklámot. Ez nem az azt hittem, hogy a Deja Vu izé, hogy Deja Vu. De volt hát egy ez ilyen... az a kocsi, ami van abban animében. Igen, volt egy ilyen reklám, amikor annyira szólt, hogy átugrattak ilyen plakátokon, meg mindezt énekelték, hogy Toyota Corolla. Ez nagyon beleégett a fejembe. Ez nem az a Toyota Sprinter AL86, ami az a sorú ez. Nem tudom. Istenem, ne lökd a sütőt! Peti! Tehát tényleg? Miért nem tud vezetni? De nem látod, mit csinálnak? De miért ezt már... De hát akkor válts a irány, miért arra akarsz menni? Miért nem mert is jó? Mert erre akarok. Mert balom, mert buta vagy. Engem senki nem... változtathat meg a gondolkodásomba. Én azt látom. Erre akartam menni. Nekem senki ne határozza meg, hogy merre megyek. Jó, hát már értem miért vagy te reménytelen. Jó, most már értem. Peti menne a sába kocsival, menne a szembe sába, és akkor így jönne a rendőr. Uram, miért megy? Hát neked nem olyan csak egy szembe, hogy hát vagy más. Én így pedig bazd meg. Ez az én sába. Ez bazd meg. Itt akarok, jó? Itt akarok a szembe sába. Én minden fölött állok. Nekem maga ne. Te itt nekem, te itt nekem, te ne.